Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Művészlét minden kedves nézőjét, Murányi Kovács Anita vagyok. A mai vendégem Cser Péter, operaénekes. Szeretettel köszöntelek téged, Péter. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Szeretettel köszöntelek én is és a televízió nézőit. Segíts nekem, kérlek. Én az életem során elég sokat gondolkoztam azon, hogy vajon milyen lehet egy 5 gyermekes családban felnőni, és hát nekem ez sehogyan sem adatott meg, sem szülőként, sem gyermekként. Milyen ez? Hogyan képzeljem el? Hát hangos. Hangos. Eleven. Aha. Eleven, és hát így visszanézve a dolgokat, egy nagyon, nagyon szép közösséget ad. Tehát egy olyan közösségben nőhettem föl, ahol tudtuk, hogy mindig számíthatunk egymásra, csibészségekkel, mindenfélékkel együtt, de ez egy óriási nagy kegyelem volt, hogy én egy ilyen családban nőhettem fel. Ez egy katolikus család. A szüleitek mivel foglalkoztak? Építészmérnökök voltak mind a ketten, ők az egyetemen ismerkedtek össze, csoporttársak voltak, és hát házasság lett belőle, és mi, meg a leszármazottak a többiek. Aha, és te vagy a második gyermek. Én vagyok a második, igen. És még milyen tesóid vannak? Van egy bátyám, egy húgom és még 2 öcsém. Uh-huh. És volt neked szereped a kisebbek felnövekedésében? Tehát igaz az, hogy a nagyok másokat tudnak segíteni? Igen. 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 Tehát, hogy meghatározó voltál számukra. Persze, persze. Uh-huh. Mert hát nyilvánvaló, hogy a szülőknek azért nincs annyi, tehát hogyha öten vagyunk, akkor nincs annyi idejük mindenkivel ugyanannyit foglalkozni, mert az időnk véges. Úgyhogy uh-huh. Hát ilyenkor az ember besegít. Uh-huh. Nálunk például a palacsintasütés volt egy ilyen nagyobbról kisebbre szálló tudomány. Főtantárgy. Így van, mert ugye anyukám csinálta a palacsintát, és akkor a bátyám megtöltötte, aztán utána már a bátyám csinálta, akkor már én töltöttem, utána én csináltam, és így ment sor. Otthon most is én vagyok a palacsintás király. És milyen volt a hitéletetek még kisgyermekként? Hogyan emlékszel erre vissza? Hát nálunk a családban, tehát az esti imák azok mindig megvoltak, összeültünk, és imádkoztunk, és amikor iskolába mentünk, tehát olyan 6 éves korunk körül, akkor kezdtek el minket a szüleink templomba hordani. Uh-huh. Ugye abban az időben még nem nagyon szeretik a kisgyerekeket a templom, mert randalíroztak, meg ordibáltak, meg mit tudom én, meg sírdogáltak. Ez akkoriban is így volt? Persze, persze, még így ebb. Úgyhogy iskoláskorunktól hordtak minket templomba. Ugye nálunk szokás az, hogy a fiúkat, most már a lányokat is, de akkor inkább csak a fiúkat, ugye felcsippentették a papuk maguk mellé, és oltárszolgálatot láttunk el, tehát minisztráltunk, ott segítkeztünk mindenféle liturgikus eseményekbe, úgyhogy én is hamar, én már 8 évesen minisztráltam, tehát ott voltam az oltár körül. Ez egy nagyon szép élmény volt, és meghatározó élmény volt a mai napig. Te a szüleidtől tudtad meg, hogy Isten létezik? Igen. Igen. Ez nagyon szép. És a zenei életetekre mi volt jellemző? Volt zenész a családban? Nem. Viszont úgy tartották szüleim, hogy minden normális polgári családban azért illik zenét tanulni a gyermekeknek. Uh-huh. És hát ez így lett velünk is, úgyhogy elkezdte a bátyám, aztán én, és hát mindegyikünk tanult zenét. Mindegyikünk énekelt ilyen mindenféle kórusokban, tehát iskolaiban, templomiban, ki milyen közegbe került. Úgyhogy a zene az mindig velünk volt. Tehát most is, amikor összejárunk, ugye karácsonyonként édesanyám még él, és nála szoktunk karácsonykor összejönni, akkor mindig énekléssel kezdődik a karácsony, mindig ott. Eléneklünk annyi éneket, amennyit tudunk. De egy fél óra csak karácsonyi dalok éneklésével folyik. És ugye jellemzően is úgy emlékszel a kis gyermekkori önmagadra, hogy énekelsz? Ez úgy benned volt? Igen. Aha, igen, aha. Igen, igen. Tehát ez teljesen természetes volt. Ez természetes volt, és aztán hát a Jóisten ott is belém nyúlt, mert ugye körzetesítve voltak ugye akkor még az általános iskolák, igen. És akkor én egy olyan iskolába kerültem 6 évesen, ami ott volt tőlünk 200 méterre, nagyon szerettem, mert nem kellett sokat mászkálni. Viszont az énekzene tagozatos iskolának egy tanárnője, az uh-huh. tartott ilyen zenei kis foglalkozás, vagy szakkört, vagy nem tudom mit, és azt mondta a szüleimnek, hogy ezt a gyereket át kell iratni az énekzeneibe. És az a gyerek akarta is ezt? Hát olyan szempontból nem, hogy az sokkal messzebb volt.
tehát a negyed órát kell egy gyalogolnom az iskoláig, de hát aztán ott is egy olyan közösségbe csöppentem, ahonnan hát rengeteg zenész is jött ki, színész, stb. Tehát rengeteg művész tanult az iskola Magyarországnak. Tehát ez a zene is iskola lett, ez még az általános iskola. Ez az általános iskola volt, így van, és hát ott gyakorlatilag ugye minden nap volt énekóránk, heti három kóruspróbánk volt, tehát ott azért meglehetősen intenzíven foglalkoztunk mi a muzsikával. Végül mégis piarista gimnáziumba jártál, hogy nem zeneművészetibe? Én a hangszeresnek nem voltam olyan, tehát úgy volt, én elkezdtem zongorázni 8 évesen, és aztán 10 évesen elkezdtem hegedülni. Tehát 4 év hegedülés nem elég ahhoz, hogy engem fölvegyenek bárhova is. És a másik az, hogy én azt gondolom, hogy a gimnázium azért szélesebb látókört ad a fiataloknak, tehát nincsenek már 14 évesen arra kényszerítve, hogy napi 8 órát hegedülsz, vagy kladnétozol, vagy zongorázol, vagy bármi ilyesmit csinálsz. Tehát picit szélesebb spektrumra neveli az ifjúságot. És volt egyébként B terved, hogyha nem zenész, vagy készültél másnak is? Volt, mert ugye a szüleim bennem látták az utódjukat, tehát én viszonylag jó rajzoltam, jó volt a térérzékem, a térlátásom, és gondolták, hogy ebből a fiúból biztos jó építész lesz majd. És ezt a dolgot én a mai napig nagyon szeretem, tehát ez nekem ilyen hobbi szinten megvan, a házakkal való foglalkozás. De én a gimnáziumban elkezdtem muzsikálni, és hát volt rockbandát alapítottunk, hát ilyen amit akkor csináltak a fiatalok mi is, és hát az teljesen beszippantott, tehát ott sok esélyem nem volt a műszaki egyetemen, amikor felvételiztem, úgyhogy... Megragadó az élettörténetedből, hogy a piarista gimnáziumban volt egy olyan tanárod, aki nagyon komoly hatással volt akár a személyiségednek, vagy a lelkiségednek a fejlődésére. Mi jellemezte ezt a kapcsolatot a gyakorlatban? Hogyan zajlott ez? Mit tudott ő adni neked? Igen. Ugye a piaristák abban az időben, én 81, mikor kerültem be? 77-ben mentem gimnáziumba. Úgyhogy minket még tanított az a korosztály, akik a háború előtt lettek tanárok, illetve papok. És az én osztályfőnököm pedig egy évvel azelőtt, ahogy bekerültünk, akkor szentelték, és akkor kezdett el gyakorlatilag tanítani úgy, hogy előtte 7 évig nem volt piarista. Tehát ugye ez köszönhető az akkori rendszernek is, hogy hány embert engedtek egy rendbe, stb. Ugye egy fiatal ember volt, a mai napig él, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk, én sokat járok hozzá, ahogy tehetem, mert 200 kilométerre lakik. De hát, mint mondom, egy fiatal ember volt, tehát nem ezek a kicsit mogorva öreg bácsik fekete ruhában, akik szigorúak, akiknek csak a tudás, fiam, tudás, hanem itt mi a kezdetől fogva éreztük, hogy óriási szeretet árad belőle felénk. És vagy a közösségünk volt már ilyen az osztályközösség, ez 40 fiú. Tehát azért ez egy nagyon szép létszám, ezzel elbánni is viszonylag nehéz. De itt egy olyan kapcsolat alakult ki közte és köztünk, és magunk az osztálytársak között is, ami a mai napig tart. Tehát nekünk a mai napig az 5 éves találkozóink azok 3 naposak, tehát mindig elmegyünk valahova, és akkor ott vagyunk egy egész hétvégét. Az osztálynak a 80-85%-a megjelenik, tehát ez egy ilyen kapcsolat maradt meg. És mik azok az értékek, akár ilyen biblikus értékek, amiket úgy kifejezetten tudsz, hogy tőle vannak, hogy tőle mélyült el benned? Az Isten kapcsolat az mindenképpen. Tehát, hogy naponta is személyes kapcsolatban kell lennünk a Jóistennel. Ennek része nyilván a lelkiismeret vizsgálat, hogy az ember végignézi a saját napját, hogy milyen volt. Vagy reggel, amikor föl kell, akkor azért azt kéri az Úrtól, hogy olyan legyen, amilyet ő akar, nem olyat, amilyet. Igen. Tehát ez mindenképpen benne van. Ugye nekünk a gimnázium ugye voltak hittanóráink. Igen. És ez viszonylag magas szinten folyt. És mi, amikor említettünk valamit, akkor hozzászaladgáltunk,
akkor tőle kérdeztük. Tehát, tehát ő ezzel a atyai gondoskodásával azért ott volt mellettünk mindig. Viszed ezt te tovább a tanári pályádon, amit ő hagyományozott rád, ezt hát a tudást? Igyekszem. Tehát igyekszem. Még mai napig egy ilyen példakép akár ez a tanár úr a te életedben, mint te is tanár vagy. Igen, igen, igen. Aha. Mindenképpen. Tehát az én is abból a szempontból közelítem meg a tanítást, hogy azért nekem evangelizálnom kell. Igen. Tehát az örömhírtát kell adnom a gyerkőcöknek, vagy a fiataloknak, vagy van most egy 37 éves növendékem, tehát, de most ez mindegy. Tehát, de nekem az első rangú szempont, és aztán jönnek a szakmai dolgok, amik nagyon szépen össze tudnak illeni. Tehát hogyha az ember ezt szívvel, lélekkel és a Jóistenre hagyatkozva csinálja, akkor ez szimbiózisban van egymással. És aztán a Piarista gimnáziumból hogyan kerültél a Zeneakadémiára? Én úgy kerültem oda, hogy én már harmadik gimnázium után megkerestem a helyi énektanárnőt Csepelen, én Csepelen nőttem föl. Akihez elmentem, mondta, hogy jaj, de szép hangom van, meg minden, de várjunk még egy évet, mert fiúknak jobb az, hogyha mint 18 évesen kezdenek el énekelni. Úgyhogy én vártam, és akkor nekem az volt az elgondolásom, hogy akkor én most elvégzem a Műszaki Egyetemet, és akkor utána elmegyek a Zeneakadémiára, és én a Műegyetem alatt pont szépen fel tudok készülni oda, és akkor elmegyek karvezetőnek. Mert én vezényelni akartam. Aha. Na aztán ugye leérettségiztem, az egyetemre nem vettek föl, elmentem a tanárnőhöz énekelni, tanulni, és ő mondta, hogy na, akkor most itt van a terv, ezt fogjuk csinálni, te fiam, most elmész a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesébe énekelni, mert ott a helyed, fel fognak venni, jó olvasó kottát, jó a hang, és utána menjünk a Zeneakadémiára. És akkor én egy évig körülbelül erősködtem, hogy de én csak azért akarok énekelni tanulni, hogyha valaki kórust vezényel, akkor annak érteni kell az énekhanghoz is. Tehát végül is az lett a vége, hogy bekerültem a ma már Honvéd Együttesnek hívott akkori művészegyüttesbe, a kórusába, és hát rájöttem, hogy az éneklés azért ez egy olyan dolog, ami lehet, hogy felülírja nálam a vezénylést. Úgyhogy végül is ez lett. Ennek volt egy nagyszerű praktikus oldal ennek az együttesnek, hiszen a katonai időmet, ugye az akkor másfél év volt, azt én gyakorlatilag úgy tudtam le, hogy engem behívtak, 5 hétig ben voltam a laktanyában, ott csináltuk, amit csinálni kellett, kúsztunk, másztunk, alakíztunk, nem tudom, hogy miket csináltunk még, és utána, ahogy megvolt az eskütétel, rá egy napra visszavett az együttes, úgyhogy én civil ruhában mászkáltam, otthon aludtam, nekem havonta egyszer kellett bennmaradnom, ott 24 órás szolgálatot adni. Tehát gyakorlatilag szabad ember voltam. Úgyhogy egy óriási segítség volt. Illetve a katonai időmet, és hát akkor utána már elkezdtünk keményen dolgozni. Felvételi anyagon elmentem, felvételiztem, és akkor bekerültem a Zeneakadémiára. De hát bekerültem, és nekem egy szenzációs tanárom volt, Bende Zsolt, aki szintén építészmérnök volt, és aztán lett. Aztán lett operaénekes, és ezt nagyon szép karriert futott be. Igen. És hogy mire gondoltam, hogy mi lesz a vége ennek az egész? Hát az, hogy a Metropolitanben éneklek. Meg ilyet, mert minden srácnak, meg lánynak ez az álma, hogy majd jót énekel. És aztán elkezdünk a realitásokban gondolkodni. És mi lett a realitás? Tehát Bende Zsoltnál tanultál, elvégeztél a Zeneakadémiát, de nem maradtatok itthon. Nem, hanem én a Zeneakadémia utolsó évében, hogy akkor jött aztán későbbi feleségem, ő akkor kezdte a Zeneakadémiát, mikor én az 5. évet, az utolsó évet. Mi ott összeismerkedtünk, megláttam, meghallgattam, hát mondom, akkor itt nincs mese, ezzel a hölgyel én összekötöm az életem. És akkor volt egy turnénk, 90 húsvétje előtt volt egy Máté Pasió koncert a Zeneakadémián, utána beültünk buszokba, egész kórus, egész zenekar, és mentünk ki Trierbe és Luxemburgba, tehát jó messzire. Hát és ott az úton kiderült, hogy hát akkor mi most... Ti hát együtt folytatjátok. Itt valami elkezdődött, igen. Aminek nem lesz vége. Igen. És a mai napig tart, most Szabó Kitűnő operaénekesnőről beszélünk éppen, aki a feleséged. Igen.
Tehát elmentetek egy turnéra, ebből még nem jön ki az, hogy a Gráci Zeneművészeti Egyetemre hogyan kerültetek? Hát ebből még nem, ebből, de hát ebből kijött az, hogy... Oda is együtt mentetek. De az már kiderült belőle, hogy összekötjük az életünket, ez így is lett rá, egy bő egy évre már össze is házasodtunk. Aha. A történet az olyan, hogy Tünde volt kint Grazban egy énekversenyen. Uh-huh. Nagyon fiatalon, tudom, nem volt 20 éves, ahonnan a középdöntőből kitették, viszont az ottani egyetem egyik tanárnője az nagyon rácuppant, hogy ő ezt a nőt tanítani akarja. Aha. És akkor valamilyen fondulatos úton, módon azért meg lett a kapcsolat, és de hát ugye akkor Tünde már házas volt, és, vagy hát majdnem házas volt, és mondta, hogy hát ő nagyon szívesen, de csak úgy a férjét is hozhatja, mert azért nekem is még az opera tanszakot azért meg kellett csinálnom. Igen. Ja, mondta a hölgy, hogy hát jó, hát hozza ki, és akkor meglátjuk, hogy mi van. Kimentem, előénekeltem, nagyon tetszettem a hölgynek, úgyhogy nagyon jó volt, és akkor így kerültünk ki a kinti egyetemre. És ott végeztetek mindketten? Ő végzett, én végül is nem tudtam elvégezni, mert én időközben bekerültem az operaházba, és nekem időm erre már nem volt. Aha. És már hány évig éltetek Grazban? 7. Aha. 7 évig. És a gyermekeitek is ott születtek, vagy Magyarországon? Nem, ők ott készültek, de itt születtek. Mind a kettő Magyarországon született. De a nagyobbik az ott járt óvodába. És mi akkor költöztünk vissza, amikor ő elkezdte az általános iskolát. Uh-huh. Tehát te Grazban már énekeltél. Igen. Uh-huh. És miket énekeltél? Hát ott ilyen kezdő szerepeim uh-huh. voltak, de kaptam főszerepeket, Sarastrót kaptam, uh-huh. Don Giovannit kaptam, tehát azért voltak ilyen nagyobb falatok is, amiket meg kellett emészteni és jól megtanulni. És miért jöttetek haza? Én azt gondoltam, hogy a gyerek itthon tanuljon. Uh-huh. Értem. Tehát én nem akartam, hogy ilyen kettős identitása legyen, mármint a nemzetiségét értve. Uh-huh. Nekem fontos az, hogy itt vagyok és magyar vagyok. Uh-huh. És itthon hogyan folytattátok a pályafutásotokat? Vagyis elsősorban te? Hát itthon visszajöttünk, ugye, és engem akkor itt hívogattak már a Miskolci Színházba, ott már énekeltem úgy is, hogy közben Grazban laktunk. Hívtak a Debreceni Színházba, ott is elég sok mindent énekeltem. És hát megmaradtak ugye nyilván a kinti kapcsolatok, tehát ott ki is jártam. Járok a mai napig, hát augusztusban voltam utoljára kint énekelni Bécsben. Tehát ott azért ez úgy szépen alakult, és ugye amikor azért, ez egy furcsa léte a miénk, mert amikor van munkád, akkor meg tudsz élni, amikor nincs munkád, akkor nem tudsz megélni. Tehát ez egy ilyen, ilyen játék. Úgyhogy az volt, hogy megkerestek minket a Dunaharaszti Zeneiskolából, hogy nincs kedvünk ott tanítani. Tündét is. Engem is, aztán egy évvel később, és végül is ott beadtuk a derekunkat, én ezt a mai napig csinálom, ugye 99 óta ott vagyok. Tünde 3-4 év után azt mondta, hogy ő ezt már nem bírja, mert időileg persze, nem bírja. Igen. De én ezt csinálom azóta is, és hát mellette, amit az ember kap, azt megteszi. És igazgató helyettese is vagy ennek az iskolának, és említetted is az elején, hogy számodra a tanításban fontos az evangelizáció. Neked erre milyen eszközeid vagy módszereid vannak? Ezt te hogyan csinálod a gyerekek között? Én úgy állok ez a dologhoz, hogy minden, amink van, azt kapjuk. Uh-huh. És ezt én mindig szépen elmondom a gyerekeknek. Uh-huh. Te kislányom, nagyon szép vagy, és nagyon szép hangot kaptál a jó Istentől. Slussz. És én mindig, mindig valamikor, amikor bibliai példákat hozok nekik egy-egy probléma megoldására,
vagy elmesélem, hogy mit szoktam én csinálni a templomban, vagy tehát én nem megyek neki direkt ezeknek a dolgoknak, hanem a magam tapasztalatait próbálom megosztani ezen keresztül. Illetve a Jóisten próbálom a magam tapasztalatain keresztül megosztani a nebulókkal. És ezen túl még a Szapiencia katolikus teológián is tanulsz, de hogyan vezetett el Isten? Hát a pandémián keresztül. Aha. Tehát, hogy mondta neked Isten, hogy most van időd, most tanulj. Hát de nagyon fondulatos módon, mert ugye már másfél éve alig volt fellépés, tehát akkor nagyon-nagyon, tehát voltak ilyen egy-két hónapok, amikor mit tudom, kinyitottak valamit, és akkor lehetett valamit csinálni, aztán megint bezárták. És én már nagyon vakartam a fejemet, hogy azért ez így nem, uh-huh. nem frankó, mert ugye uh-huh. ez így kevés, amit csinálok ott az iskolában. És hát mondom, hát én úgyis akartam mindig teológiát tanulni, hát ezáltal is az ember csak közelebb kerül a Jóistenhez. És akkor lapozgattam az internetet, és akkor megtaláltam a Szapiencia oldalát május 27-én, és ki volt írva, hogy felvételi meghosszabbítva 29-éig. Hát mondom, akkor köszönöm szépen, akkor utcú neki, akkor megnézzük, úgyhogy beadtam a papíromat, elmentem felvételizni, felvettek, és akkor azóta csinálom. Uh-huh. És mit jelent számodra most a tanulás, és milyen jogosítványaid lesznek? Hát jogosítványom annyi lesz, hogy lesz egy papírom arról, hogy B-ját végeztem, uh-huh. teológiát. A tanulás az meg egy olyan dolog, hogy azért az ember fej ilyenkor már nem úgy fog, mint 20 éves korában. Uh-huh. Akár szeretjük, akár nem, ez így van. Vagy legalábbis nálam így van. Uh-huh. De van egy csomó rendkívül érdekes tantárgy, meg olyan dolgok, ugye, amikor az ember még nem is hallott, csak sejtett valamit, ugye. És azért ez nagyon jó, hogy van, és utána tud az ember nézni, hogy egy olyan fajta kutató munkával is megismerkedik, ugye, ami a mi életünkben, mint előadó művészek életében nem nagyon jellemző. Tehát jó az ember persze utána olvas daraboknak, meg persze, hogyha új szereped van, akkor utána nézel, amennyire uh-huh. tudsz. De ez nem olyan, mint egy tudományos kutatás. És azért itt az egyetemen azért egy picikét ebbe bele tudunk kóstolni. Uh-huh. És nagyon jól csinálják egyébként, mert így készítenek fel a szakdolgozatra, tehát mindig egy picit többet, és hogy megszokjuk azt, hogy majd egyszer le kell írni 50 oldalt. Uh-huh. Mit gondolsz, Péter, arról, hogy a művész lét és a családi lét hogyan hangolható össze, illetve hogy ti ezt hogyan csináltátok, hogy két gyermeket felneveltetek, és közben mindketten aktív művész életet folytattatok? Hát sok tervezgetéssel, mert hát ugye itt a szűk keresztmetszet az idő. Tehát, hogyha nekem el kellett mennem 200 kilométeret csinálni, vagy és egy hónapig ott voltam, akkor nyilván nem tudtam minden nap foglalkozni a gyerekeimmel, uh-huh. csak akkor, hogyha volt két szabad napom, és akkor hazaszaladtam. Uh-huh. Ugyanígy nyilván a feleségem is. Ugye a kezdeti időben, Kingrácban, ott ugye jártunk mind a ketten egyetemre, akkor már, tehát ugye akkor, mint említettem, bekerültem ott az operába, a feleségemet is sok helyre hívták már énekelni, úgyhogy ott babysitterekkel oldottuk meg a dolgot, ahogy tudtuk, és hát a helyi magyar katolikus közösségnek azért rendesen tagjai voltunk, úgyhogy onnan is nagyon sok segítséget kaptunk ezügyből kifolyólag. Ugye nyilván a szülők már idősebbek voltak, ők nem tudtak kijárkálni, meg nem is szoktak hozzá ahhoz egész életük során, hogy ők Ausztriába mászkálnak, hiszen útlevelet se kaptak. De ez így megoldható volt. Amikor hazaköltöztünk, akkor abból a szempontból könnyebb volt nyilván, hogy azért ugye Tündejének még éltek a szülei, uh-huh. nekem már csak édesanyám, de... Segítettek. De ők, amit tudtak, segítettek. Hát aztán a gyerekek felnőttek, és hát 11-2-3 éves korukban már önjáróak, tehát... Igen. uh-huh. És aztán a példamutatás a szerepet is játszott az életetekben, hiszen a fiatok Ágoston a művészpályát, a zeneművészpályát választotta. Igen. Mert mindkét gyermeketek tehetséges, de ő ezen a pályán indult el, szintén énekes.
ezt üdvözítőleg hatott ez rád, ez a döntés? Örültél neki? Hát én örültem neki, de a döntés az 14 éves korában született, amikor ugye gimnáziumot kellett választani. Uh-huh. És mi mindenképpen egyháziba akartuk adni. Uh-huh. Fölvették két különböző egyházi iskolába, plusz a helyi önkormányzati iskolába. És elvittük ide, és elvittük oda, és nyilván, és Gödöllőre fölvették. Ugye vannak ilyen nyelvi előkészítős, nulladik osztályos Igen. dolgok, oda is fölvették, és fölvették az egyházzenei képzésre is. Uh-huh. És hát akkor én leültettem a gyermeket, és hát megkérdeztem tőle, hogy fiam, melyiket szeretnéd csinálni? Uh-huh. Most ezt én döntsem el, apám. Mondom, igen, te döntsd el. Uh-huh. És akkor hát ő inkább a zenét. És akkor mondtuk, hogy jó. Akkor csinálja is. Uh-huh. És akkor ő így lett. A lányunk pedig, ő is ugyanoda járt Gödöllőre, ő pedig ő zenéből nem is felvételizett, de ő a nyelvi előkészítőt csinálta, és ő bölcsészkart végzett, tehát én nyelvész lett, úgyhogy. Hát nagyon tetszik nekem ez a közvetlen, természetes, egyszerű hozzáállásod az élethez, ami számomra példamutató. Már csak az egy kérdésem maradt hozzád, hogy hogyan fogalmaznád meg azt, hogy Isten miért teremtette a művészetet? Én azt gondolom azért, hogy közelebb kerüljenek hozzá az ő teremtményei az emberek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. Kedves nézőinknek is nagyon köszönöm, hogy figyeltek ránk. Várom ide önöket legközelebb is. Viszontlátásra!